Halli, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és a mai napon megtanulunk késtélezni. Nos, van egy pár dolog, rengeteg, elmondom azt is, hogy rengeteg videó van késélezésről a YouTube-on. Ha ránéztek, akkor nagyon sokat fogtok találni. Viszont van egy dolog, van egyetlen egy dolog, amiről azt hiszem, hogy senki nem beszél. Ha nem így van, akkor tévedtem, de én még nem találtam rá erre az egy titokra, mert itt van egy titok is igazából, amiről valahogy mindenki szeret videókat készíteni, de úgy az aprólékos dolgokba nem nagyon szeretik beavatni az embereket, nem tudom, hogy miért. Így aztán, ha megnéztek egy pár videót, és nagyjából ugyanúgy elkezdtek kést élezni otthon, akkor valahogy nem lesz ez az eredmény, valahogy nem lesz ez a várt eredmény, és nem tudjátok, hogy miért. Nos, hogy itt egy vasdarab, hogy azért tudjuk, hogy kikivel van. Hogy ne egy éles késsel kezdjünk. Papíron fogjuk kipróbálni, ami viszi a papírt, az éles. Még véletlenül se, csúszatolva se, tehát egy életlen késsel kezdünk. Nos, először is majd erre a kis titokra útközben kitérek, hogy valamivel itt tartsalak titeket a videónál, mert nagyon-nagyon sokan szeretnek beletekergetni, mondd már a lényeget. Tehát azt is azért tudni kell, hogy így emberét válogatja az, hogy képes vagy-e végignézni egy nem tudom 10 perces videót annak érdekében, hogy megtanulj valamit, vagy sem. Tehát nem lehet úgy elkészíteni egy videót, hogy ugye, hogy ez így, és ennyi a videó, tehát nézzétek végig ezt a nyomorult videót. Kezdjük akkor a fenőköveknél, mert ez is egy nagyon fontos része az élesítésnek. Tehát itt kell egy kés. Annyit azért hozzáteszek, hogy a késnek a minősége, minél jobb a minősége a késnek, itt az ár arányokkal lehet egyeztetni, tehát egy 100 forintos kés, ugye teljesen más lesz, mint egy 10 000, 20 000, 100 000, 1 millió forintos kés. Tehát azért ezt is tudni kell, de ez nem azt jelenti, hogy egy 100 forintos kést nem lehet borotfa élesre kiélezni, mert ki lehet. A különbség annyi, hogy mennyi ideig fogja bírni. Tehát egy 100 forintos, ez egyébként egy egész olcsó kés. Nem vagyok biztos, hogy 100 forint, de valahol arra fele jár az ára, 2-300 forint körül. És tehát amikor kiélezel egy kést, utána hány vágást tudsz vele elvégezni anélkül, hogy kicsorbulna az éle? Minél olcsóbb a kés, annál kevesebb vágásnál megadja magát, minél drágább, annál tovább bírja. És aztán az önmagában az élezés is, meg aztán az, hogy milyen könnyen pattog le az éle. Na most az éle pattogásról itt, amikor beszélek, akkor hogyha nagyon, nagyon alaposan megnézitek a kést, akkor van olyan, hogy kipattam belőle egy darab, tehát olyan lesz, mint hogy a fogak lennének benne. Nos, ilyenkor, hogyha egy ilyen késsel, ennél már nincs, mert azért úgy néha rá fenegetek. Ha egy ilyen késsel kezdesz, akkor alapjáraton azokat a kipattogásokat le kell szedni belőle, tehát le kell köszörülni egyenesre. Onnan sokkal nehezebb lesz megint ugye kiélesíteni, de ez csak idő kérdése. Na tehát térjünk akkor vissza itt a kövekre. A kövekkel is ugyanez a helyzet. Egy jó minőségű kő kerülhet 10-20 000, 30-40 000 forintba is. Egy olcsóbb, mint például ez, nagyon elterjedt ez a kétoldalú, ezt is én így gányolva használhatom. Tehát a konyhában nekünk is egy sokkal jobb minőségű van. Viszont itt ugye a kerti melókra, ezt is kerti munkára használom ezt a kést, nagyon megteszi. Az ember belekanyarintja a földbe, ugye, és kapásból kimegy az éle. Tehát nem kell se jó minőségű kés a földre, se jó minőségű fenőkő. De azt is megmutatom, hogy ezzel is ki lehet annyira fenni, hogy a végén ezt a papírszeletet, vagyis hát igen, ez már így egy szelet, ezt majd felszeleteljük egy picit. Tehát igen, jó minőségű kővel sokkal szebben lehet ugye élezni.
Na most ez egy ilyen nagyon drasztikusan durva felület van rajta, amint lehet látni, hogy még kicsit csillog is, tehát szó szerint apró, mint hogy a csiszolóvászon lenne. A másik oldala egy picit finomabb, de még ez sem az a nagyon-nagyon finom. Azt hiszem, hogy ilyen 2-300-as között van ez, és 1000-es ez állítólag, de maradjunk szerintem itt egy olyan jó 6-700 körül, tehát nagyon rá van satszolva. És ami lényeges, hogy a kő legyen mindig sima felületű. Most erre találták ki, van egy ilyen kőfenő külön, tehát ezzel ugye az ember át dörgöli, és egészen addig, amíg, amint láthatjátok, itt a két szélét karistolja, viszont a közepét nem, tehát itt magasabb, mint a közepe. Egészen addig ezt az ember megteszi, amíg le nem kapod róla azt a réteget, ami magasabb. És ha elkezdi az egész követ karistolni, akkor tudod, hogy simán vagy. Ezt majd én mindjárt megteszem videón kívül. És igen, akkor nézzünk hozzá, lássunk hozzá a tudományhoz. Nos, hogy azt mindenki tudja ugye, hogy a kövön legyen ez most így a szemléltető eszközünk, a fenőkő. Lapjára helyezve, mindjárt úgy, hogy lássátok is, lapjára helyezve, hogyha látjátok a kis hézagot ott a kettő között, akkor ez a dőlés szög, amit be kell tartanunk. Tehát egészen addig hozom fel a kést, amíg az éle el nem éri, tehát amíg az a hézag el nem tűnik. Ott. Ennyi. Na most vastagabb késnél ez a hézag sokkal magasabb lehet, tehát minden késnél más ez a dőlés szög. Ami viszont nagyon fontos, tehát ráteszed a fenőkőre, megtalálod a dőlésszöget, tehát amikor az a hézag eltűnik. Tehát ez annyi, hogy az él, amikor hozzáér, az élnek a legvége hozzáér a kőhöz, ott jó. Annál tovább nem kell, ha csak nem meg akarod változtatni a dőlésszögét az élnek. Na most, hogyha vastagabb a kés, ugye akkor automatikusan ez általában nagyobb a dőlésszög, nagyon vékony késeknél kisebb. Ezen felül, amit nagyon-nagyon érdemes tudni, ezt majd a kis trükköt, amiről senki nem beszél, ezt majd menet közben elmondom. Amit érdemes tudni, hogy az élnek önmagában az elejétől a végéig egyenesnek kell lenni. Na most, hogy ezt hogy tudod betartani, vagy hogy tudod elrontani? Valaki, láttam úgy élezni embereket, hogy így 90 fokba a kőre, tehát így is lehet, viszont itt van egy olyan, hátránya, hogy úgy mondjam, hogyha nem viszed mindenhol egyenletesen végig, akkor az élben kaphatsz egy ilyen jellegű hullámot, tehát vagy pedig éppen egy ilyen szögletes, hogyha nagyon-nagyon sokáig ugyanazon a helyen csiszolod, ugye, akkor szemre láthatólag nagyon nem, de hogyha nagyon alaposan megnézed utána a késedet, akkor, és rá fogsz jönni, hogy akkor miért nem vág. Így vág, viszont megakad, és stb. Ez annak köszönhető. Aztán ezen felül, amit érdemes tudni, hogy, és itt jön a kis trükk, itt jön a titok, amiről senki nem beszél, hogy húzni is lehet a kés, tehát csak húzó mozgással, viszont így kapsz egy olyan sorját a végére. Általában hogy gépeknél, hogyha géppel valaki élez, akkor ott nagyon-nagyon szépen észrevehető, mint hogyha egy ilyen kis seprűt készítene ide a végére. És ez nem a cél. Nem az a cél, hogy egy seprű jellegű élet készítsünk, ami ténylegesen egy papírvágásnál már úgy le is jön, és igazából az nem lehet olyan szép. Tehát, hogyha csak visszafele húzgálva fened meg a késedet, akkor nem kapsz egy szép, erős élet. Éppen ezért tolni kell. Amikor tolod, akkor ezt a seprűszerű, úgymond sorját becsúsztatod alá, és ténylegesen az erős, kemény él az, ami megmarad. Erről nem beszél senki, és ez egy nagyon nagy hátrány, hogy erről nem beszélnek. Láttam egyébként olyan embereket is, akik csak tolva élezik a kést. Tehát nem húzva, hanem tolva.
Mint hogyha el akarnád vágni a követ. Így nem fogsz sorját kapni. Ezen felül, amit érdemes tudni, hogy a kövek általában vízkövek, tehát mielőtt télezünk, érdemes egy jó fél órával előtte beledobni egy vödörbe, vagy egy lábasba, vízbe, úgyhogy elmerüljön benne, és várni fél órát, és utána kezdünk el élezni. Na, nagyjából mindent elmondtam, akkor én ezt a követ kiegyenesítem, és elkezdjük az élezés technikáját. Ezen felül azt is érdemes tudni, hogy mivel hogy fémet élezünk, hogy, és hogy mi itt a cél, ja, még azt is tudni kell, hogy japán késeknél vannak olyan kések, aminek csak az egyik oldala, egyik oldaláról jön az él, a másik oldala pedig lapos. Ennél a késnél nem, itt mind a két oldaláról jön, tehát így néz ki az él. Vannak olyan japán kések, amiknél így néz ki az él. Tehát lapos, és vágjátok, hogy miről van szó. Tehát ezt még mielőtt hozzáugranátok a késnek, jó megnézni. Mivel ha nem, akkor teszel bele egy olyan élet, ami eredetileg nem is volt benne. Az is elképzelhető, de minek megváltoztatni a késnek az önmagában, ahogy készítették az élét. És igen, aztán ezen felül nagyon sokan azt hiszik, hogy egy késélezés az 5 perc. Lehet 5 perc is, nem fog papírt vágni, de viszont zöldségeket például nagyon szépen lehet vele szeletelni, tehát egy ilyen pikpak, hogy úgy mondjam. Viszont, hogyha nagyon-nagyon ki akarod élezni a késedet, vannak olyan emberek, akik egy egész álló napon keresztül élezik a kést. És akkor lesz olyan, hogy a hajszálat elvágja. Na most odáig nem fogunk, valahol a kettő között én ki fogom kombinálni, úgyhogy azért egy szeletet ebből le tudjunk majd vágni, én se fogom túlspirázni a dolgot, végén fogunk használni bőrt. A bőr használatnál is egy picit más, mint ahogy én azt szoktam látni, más, mint ahogy a fenőkövön fenjük, azt is meg fogom mutatni. És ja, és a lényeg annyi, hogy leszedünk belőle egy olyan réteget a fémből önmagából, ami vágásnál ugye visszájára, tehát ami leszedi azt a szép élet róla, azt mi visszacsiszoljuk. Ennyi. Nos, tehát szépen kiegyenesítettem a kövemet ezzel. Annyit még azért hozzáteszek, hogy a sarkokat, tehát a négy élét, azt érdemes levenni, tehát nem kell szívbajozni. Azért is, hogy ne az élén ugye élesítsük a kést, hanem a felületén. Tehát a sarkokat lekapni róla. Na most én már itt nem fogom használni ezt a nagyon durva erős anyagot, hanem a finomabb szemcsésnél megyek, kezdek el, mert annyira azért nincs kimenve az ére, vagyis hát ki van, de nem olyan durván, hogy tehát ezt már csak akkor kell használni, hogyha ténylegesen lepattogott, és újra leszedtük az élét, akkor érdemes innen indulni. Egy normális használat mellett kicsorbult késnél, egy finomabbnál nagyon nyugodtan el lehet kezdeni. Nos, itt tehát először is ráteszem ide a kőre, ugye, felhozom annyira, hogy megkapjam ezt a szöget, ahol eltűnik a héz a kettő között, nagyjából ennyi. És a lényeg annyi, hogy az egész felületet szépen egyenletesen ugyanúgy végig kell járni. Én innen a késtől számítva rakok bele egy ilyen ekkora nagyjából szöget, és föl-le, és ugyanez a helyzet, hogy visszafele is rátolom. Tehát nem csak amikor viszem, és az is elképzelhető, nagyon sokféle fajtája van, ahogy én csinálom, én visszafele is rátolom, hogy azt a sorját eltüntessem. Tehát ami sorja kiugrik, azt én eltüntetem. De így is egy sorja fog keletkezni a másik oldalon, majd mindjárt elmegyünk odáig, és akkor látni fogjuk. Egy kis vizet érdemes itt tartani, néha bevizezni, kezdjük úgy, hogy bevizezzük, aztán akkor lássuk, hogy ki kivel van.
Nos, ilyenkor a másik oldalon, tehát nem azon az oldalon, ahol éleztük, hanem a másik oldalon az élénél, mi egy kicsit lemosom, hogyha így újjal szépen megnézzük, akkor éreznünk kell egy sorját. Tehát ez az éle felhajlott ide. Hogyha ezt nagyító alatt megnéznénk, akkor igen. Amikor ezt a sorját érzem, akkor elég. Itt elég jól érzem, itt viszont még nem annyira. A végében is érzem, tehát a közepénél még egy kicsit nyomatni kell. Ott van. Amikor érzem ezt a sorját, akkor megfordítom. És ugyanez a helyzet. Így is, tehát megmutatom ezt a technikát is. Ilyenkor viszont tényleg arra kell vigyázni, hogy szépen jobbra-balra mászkálni, hogy nehogy olyan lépcsőt, amit az előbb beszéltem, belerakjak. És most a másik oldalon keressük ugyanazt a sorját, amit még nem érzek. No. Igen, már érzem. Így. Ezután finomra vesszük a témát. Tehát nem rakok rá akkora erőt, mint az előbb. Elméletileg leszettem mind a két oldalról annyit, amennyit kellett. És most csak annyi, hogy összehúzzam az éleket egy vonalba. És ezt már finomabban teszem meg. Ahol sorja van, azt az oldalt nagyon finoman, gyengén. Így. Tehát idáig eljutottam, megvan az élezés, és ez még így nem fog papírt vinni. Viszont, hogyha zöldségeket szeretnék vele vagdosni, ami most így zöldségtermelő rétemre nem hoztam ide be a garázsba, de ja, nem fogom megmutatni, most annál picit tovább megyünk a zöldségeknél papírvágásig. Tehát most egyelőre, na, tehát ez már éles, tehát amikor bele tudsz vágni a papírba, de akadozik, tehát nem szépen, mint a vajat úgy viszi, akkor az már azért éles, azt azért szögezzük le. Csak nem borotfa éles, tehát hogyha a szőrt szeretném lehúzni a kezemről, az még egyáltalán nem megy. Na most ilyenkor kell, itt van nálam egy kis bőrdarab, ezt ki is lehet feszíteni, én lerakom most az asztalra, és annyit azért elmondok, hogy ez már teljesen más, mint hogyha kövön készíteném, tehát mindjárt megfordítom a kamerát, és nézzük, hogy hogyan néz ki. Tehát ugye a kövön eredetileg ugye így húztuk, ennél viszont az lenne a lényeg, hogy a szélére húzzuk ki. Tehát egy nagyon-nagyon picit mozgok, tehát egy olyan jó 1-2 centit mozgok így hosszában, és ez idő alatt szélére húzom, és eléggé jó rányomott, ráfeszített erővel eleinte. Érdemes mind a két oldalon, ugyanazzal az erővel, például 3-3-szor, és visszafele. 1-2, mint a tornáznánk, H. 1-2-H és 5-6-7-8,
És már kezd szerintem élesebb lenni, még mindig nem az ere... Ó! Ja, nem is látjátok. Tehát ez már borotfa éles. Tehát ennyi a trükk benne a végén. És itt aztán lehet vele játszani órákon keresztül, hogy még szebbre, még fényesebbre. Minél fényesebb lesz ez a kis éle, amit kiélesztünk, tehát itt ez a pár milliről beszélek, annál szebben fogja vágni a papírt. Na most ide nekem, én erre szoktam, van egy ilyen polírozó kövem, vagyis hát ez majdnem hogy olyan, mint egy ilyen vakszerű. Ezt szoktam ide ráhúzni, és ez egy nagyon-nagyon finom szemcsés kövezet, hogyha halljátok a hangját. Itt, ahol például nincs, teljesen más a hangja. Tehát itt lehet hallani a sercegést. És miután ezzel megvagyok, utána átjövök egy olyan felületre, ahol nincs föltéve ez a wax, vagy micsoda, polírozó paszta. És itt ugyanezt eljátszom. Tehát a lényeg az, hogy ne így húzzuk, hanem kifelé. De viszont ne ugyanabban a helyzetben, hanem egy nagyon picit azért mozogjunk hátra, tehát egy ténylegesen 1-2 centi. Na most, amikor itt szépen megdolgoztuk, akkor egyre gyengébben, majdnem, hogy már csak a kés saját súlyát helyezzük rá, de ez már egy olyan ténylegesen egy napi élezés után. Tehát egyelőre csak egy nagyon picit így újjal. Hogyha látjátok, akkor nem hajlik már a kés, tehát nem nyomom rá drasztikusan, hanem majdnem, hogy simogatom vele. És így kapjuk meg azt a vég élet, ami brutális. Tehát nézzük meg megint. Hó! Oh. Na ez már éles kés, tehát itt beszélhetünk egy éles késről, hogy amikor durva a dolog. Egy kis szőrt is. Rá fókuszálok ide. Úgy. Csak hogy azért tudjuk, hogy ki kivel van. Mint a borotfa, tehát kétség nélkül. Tehát amint láthatjátok, nem csalás, nem ámítás, és a kis trükk az ott van, higgyétek el nekem, hogy nem csak húzod, hanem tolod is. Tehát a toló és a húzó erő legyen ugyanaz, vagy legyen még nagyobb a toló erő, mint a húzó, de ugyanaz szerintem az jó, tökéletesen ugyanaz. És a végén ugye ez a bőr szíjon meghúzogatás, ez adja meg neki azt a borotfa élességet, amivel már ténylegesen borotfálkozni is lehet. De ja, azt azért hozzáteszem, hogy főképp fiatalkorúak, azért ne kezdjetek el a kezedeken játszani ezzel, mert ennek is van egy technikája, tehát egy rossz mozdulat, vagy pedig egy olyan... hát igen, rossz mozdulat, vagy rossz beállítása a késnek, egyből beleszalad a húsba, csontig. Tehát ezt én tudom, hogy hogyan kell, szóval csak megmutattam, hogy ténylegesen mennyire éles, borotfálkozni is lehet vele, tök nyugodtan, és ennyi. Tehát egy 200-300 forintos kés is egy gagyi, törött, lerobbant kővel is lehet borotfa éles, csak annyi kell, hogy tudni, és nem is csináltam, nem tudom, hogy ez most hány perces ez a videó, így, hogy közben még magyarázok is, nem dolgoztam rajta többet 10 percnél. Tehát egy 10 perces... Na most itt azért tudni kell, hogy azért 10 perces, mivel hogy ez egy gagyi, olcsó kés, tehát annyit jelent, hogy puha. Tehát ezt azért tudni kell, hogy ezzel most akkor nem tudom, hogy megmutassam-e, bebizonyítsam-e, de akkor bebizonyítom. Levágok vele egy pár darabot innen a bőrből, és ez már annyit tesz neki,
hogy valószínű, hogy a papírt már nem viszi. Tehát ennyire gagyi az éle. Tessék. Tehát én ezzel tisztában vagyok. Ennyi. Még azért nagyon-nagyon valahogy viszi, de nem úgy, mint az előbb. Tehát helyektől függ. Tehát már inkább kezdi tépni. Tehát ennyire nagyon rosszul tart az éle. Na most egy drágább kés, például egy 50, 60, 100, 200, 300 ezer forintos késnél, teljesen mindegy, felszeretelhetném azt az egész bört, és még mindig ugyanúgy viszi a papírt. Ez a különbség a jó kés és a rossz kés között. Tehát egy olcsó kés, jó, hogyha ott van mindig ugye bekészítve a kő, az sem rossz, csak többet kell lélezni. Tehát az ember felszeretel vele egy zöldséget, és érdemes 3-4-et ráhúzni, és akkor már vissza is került ugyanabba az állapotba, vagy csak egy bőrön. Tehát, hogyha a bőrt ott tartja az ember, és a bőrön áthúzom 2-3-szor, akkor megint fogja vinni a papírt. Már nincs papírom, amin bemutassam, szemléltessem, tehát... Nem elég. Kövön is picit meg kéne húzogatni. Tehát ez a különbség, de ez nem azt jelenti, hogy egy olcsó késsel, olcsó kővel nem lehet borotfa élesre nyomatni bármit. És még annyit azért hozzáteszek, hogy mivel ez egy olcsó, lágy anyag, éppen ezért azt is tudni kell, hogy ez meg volt 10 perc alatt, egy drága kés sokkal hosszabb ideig bírja, de amikor kimegy az éle, sokkal hosszabb ideig tart megélezni is. Tehát azért ezt is tudni kell, hogy ott már nem lesz elég 10 perc. Ez is lehet egyébként oka nagyon-nagyon sok embernek, hogy élezi, megélezi 5 perc ezen az oldalon, és nem megy ez nekem. Nem. Ott akkor tudod, hogy jól vagy, ez az egyetlen egy jelződ van, hogy amikor élezed, a másik oldalon meg kell, hogy jelenjen a sorja, amit az előbb mondtam. Tehát az ujjad meghúzogatod, és ha nincs ott a sorja, akkor még nem vagy ott, akkor nyomas tovább. Amikor érzed, hogy hopp, akad az ujjad benne, akkor fordíthatod meg a kést, vagy japán késeknél ugye. Ja igen, azt hozzáteszem, hogy a japán késeknél is, annak ellenére, hogy az csak az egyik oldalát élezzük, ugyanez a helyzet, megjelenik a sorja a másik oldalon, és akkor majdnem, hogy lapjára fektetve, nem húzva, hanem tolva, pár tolással azt a sorját eltüntetjük, és akkor van megélezve a kés. Tehát ez a különbség a kétélű és az egyélű, hogy úgy mondjam, kések között. És szerintem mindent elmondtam, skacok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ennél részletesebben nem fogjátok sehol megtalálni a késélezésről, hogy mi a téma. Aztán ezen felül, hogyha gépekkel ugratok hozzá, akkor a gépeknek az a hátránya, hogy egy kés készítésnél, tehát amikor például elindulunk egy ilyen, van mondjuk 2-3 milli, amit le kéne köszörüljek, az majdnem, hogy lehetetlen. Tehát ott természetesen az ember géppel először is lehozza odáig, hogy kézzel fenhető legyen. De ha például egy ilyen kés, amin az előbb elindultam, ezt géppel, hogyha nekiugranék, igen, meg lehet, vászontól függ, tehát csiszolóvászon, szalag, csiszoló, stb. De na, hogyha nagyon-nagyon nem finoman nem figyelsz oda, akkor sokkal többet lekap 2 másodperc alatt, mint amennyit kéne. Tehát a kés szépen elkopik, hogy úgy mondjam, egy fél év alatt, ha mindig géppel nyomatja az ember. Így viszont kézzel ténylegesen majdnem, hogy mértékeken aluli nagyságot szedünk le belőle, úgyhogy így aztán több 10-20 évig a kés elbírja. Valamit még hozzá kéne tennem, vagy sem? Nem tudom, ha van még valami kérdésetek, akkor írjátok le nyugodtan a kommentekbe. Lehet, hogy válaszolok is rá, de szerintem mindent elmondtam, és ja, kellemes késélezést. Sziasztok!